Közel 200 vendég előtt vehette át a Városi Pedagógus Nap keretében Kiskohalas közoktatásáért díjat dr. Várnai László polgármestertől Anda Péter, Vladár Éva, Boldizsár Jánosné, Csécsei Ferencné, Mészáros Imréné, Andrási Szabolcsné, Csapi Antalné, Sipos Béláné és Gregó Sándor. Úgy gondolom, a város nagyon sokat tett azért, hogy a pedagógusait erkölcsileg is elismerje. Ez a kitüntetés nagyon jól esik a pedagógusoknak, a szakmai munka elismerésére. Pedagógus is olyan, mint a gyerek, a jó szó az nagyon kell neki, és egy erkölcsi elismerés az mindenkinek jól jön. A pedagógus kar idén 3 díjat osztott ki. Rabcsák Tiborné, Molnár László és Vannai János névehette át az aranypálma díjat. Én azt hiszem, hogy részben a koromnak is, meg a kollégáknak, meg az igazgatónak köszönhetem, aki mindig értékeli azt, hogyha az ember dolgozik is, meg próbál színvonalasan dolgozni. Az oktatási miniszter pedagógus szolgálati emlékérmét ítélték oda Faddi Istvánnénak és Hugyi Imrénének. A díjakat dr. Komáromi Szilárd adta át. A több évtizeden át tanári pályán lévőknek egykori iskolájuk adományozott színes diplomákat. Arany díszoklevelet kapott Modok Kálmánné, Asztalos Andorné, Vorák Józsefné, Török Jenőné, Barát József, Molnár László, Péter Irén, Jerémiás Béla és Kolozsvári Benő. Az ünnepség a Líra Együttes műsorával zárult.